2019 után az idei volt az első év, amikor újra meg lehetett tartani a nyári programokat kivétel nélkül. Abban pedig, hogy erre végre sor kerülhetett, komoly szerepe volt a kormánynak. Erről Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár beszélt Szekszárdon. A kulturális kormányzat külön programokkal fordult oda azokhoz a kulturális művészeti szereplőkhöz, akik a közönségükkel nem tudtak közvetlen kapcsolatot ápolni. Azonban a vírus elvonultával most már újabb feladatunk van. Hoppál Péter azt mondja, a kulturális kormányzat egyik nagy feladata a következő időszakban az lesz, hogy megtalálja a módját annak, miként lehet üzemeltetni az intézményeket az elszálló energiaárak mellett. Mellettünk dúló háború és az ennek következtében a rossz és hibás Európai Uniós döntések következtében borzalmasan megnövekedett energiaárakat a kulturális intézményi rendszer valahogy vészelje át. Az előttünk álló októbertől jövő áprilisig terjedő időszak egy nagyon nagy erőpróba lesz, hogy hogyan fognak a kulturális intézmények teljesíteni. De azt hiszem, hogy megértve a felelősségét ennek a feladatnak és ennek a helyzetnek, ki fogjuk tudni alakítani azt a működési rendet a múzeumokkal, a könyvtárakkal is, a közművelődés területével és a művészeti intézményekkel, színházakkal és más intézményekkel, amely a közönséggel való kapcsolatot nem fogja érdemben gyengíteni, ugyanakkor a megtakarítások szükségszerűségét lehetővé teszik. Én abban bízom, hogy mivel már nagyon sok nehézséget túlélt a magyar kultúra, ezen az európai krízisen is úrrá tudunk lenni, és megtartó erőként fogunk tekinteni a vírus okozta világválság után is, és most az energiaárrobbanás okozta világválság után is majd arra, hogy a kultúra összeköt, megerősítés felemel és identitást ad mindannyiunknak benne, a gasztrokultúra és a szekszárdi bor is. Szekszárd az elmúlt években az ország gasztrokulturális rendezvény helyszínei közül az egyik legfontosabb lett, erről is beszélt a kultúráért felelős államtitkár a Tolnai megyeszékhelyen. A szekszárdi bor összeköt sok-sok kulturális szereplőt, és üzeni azt ebből a régióból, hogy az emberi munka, az emberi feszültség, az emberi verejték, az emberi odaadás, a hétköznapok vállalása, az elvezet bennünket a megérdemelt vasárnapokhoz, az ünnepekhez, az Úr áldásához, hiszen az Isten áldása az, hogy a munka gyümölcse beérik. És az idei évben ugyan az asszály úgy tudtuk, hogy a mezőgazdaságot nagyon nagy mértékben sújtotta, de most itt beszélgetve kiváló barátaimmal, a szekszárdi borosgazdákkal, azt mondják, hogy hála Istennek a szekszárdi mély gyökerű szőlőültetvények nagyon szép terméssel kecsegtetnek, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy az idei borévjárat sem lesz rosszabb, mint a korábbiak voltak, és Szekszárdról is csodálatos nedűket kóstolhatunk ebből az idei évből. Munka tehát bőven van. A cél, hogy a kultúra hiányától a gazdasági nehézségek során se kelljen senkinek szenvednie.